Biztatóak a leukémiával harcoló diósgyőri futballkapus Rakaszki Bence orvosi eredményei. A DVTK 19 éves saját nevelésű játékosa csontvelő átültetést is kap majd. Erejének megőrzésében a futballvilága Real Madridtól és a Barcelonán át Manuel Neuerig támogatja. Magyar kapusok sora is, és most volt válogatottak szerveznek öreg fiúk tornát gyógyulásáért. A Diósgyőr, a Fradi és a Tatabánya játszik majd érte. Egressy Gábor a nemes kezdeményezésről beszél, és mindjárt majd felhívjuk Miskolcon a főszervező Furman Gézát is közben. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok! Hogyan jutott el maga ez az ötlet, a kezdeményezés híre hozzád? Hát a híre úgy, hogy a Géza felhívott engem, hogy szerveznek egy ilyen jótékonysági tornát, és hogy szeretnék, mivel én Diósgyőrben játszottam, és szerettek a szurkolók, és hát ebből is többen ki fognak látogatni a mérkőzésre, vagy hát a tornára, úgyhogy így kerültem én képbe. Gábor, azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben általában mindenki azonnal segít, de ehhez ebben az esetben jelentős többletet tehet hozzá az a hangulat, az a légkör, az a közösség, amit úgy hívunk, hogy Diósgyőr, igaz? Igen, én úgy gondolom, de szerintem a labdarúgásban már volt ilyen, tehát én emlékszem, amikor régen az MTK-ban játszottunk, és a Hengten Kate itt volt nálunk, akkor mi is pont karácsonykor a leukémiás gyerekeknek gyűjtöttünk ajándékokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az összefogás, ez mindenhol jó lenne, hogyha lenne. Én úgy gondolom, hogy egy nagy vonzás körzete van a Diósgyőri csapatnak, és rengeteg szurkolója van. Most szerencsére anyagilag is rendben vannak, tehát én úgy gondolom, hogy minden összeállt avval kapcsolatban. Hát sajnálatos esemény ez, hogy ezért fog össze egy futballtársadalom, de nemzetközi szinten ezt már sokkal előrébb, sokkal jobban kezelik, én úgy gondolom. De úgy fest, hogyha egy volt Diósgyőrit a Diósgyőr hív, akkor félrehajít mindent, nem? Persze, én egyből be is írtam a telefonomba, úgyhogy a naptáromba, hogy ez a legfontosabb perc pillanat, úgyhogy minden más programot átraktam, úgyhogy tényleg szívesen megyek találkozni régi játékosokkal is, régi barátokkal, elvileg a Ferencvárossal, meg a Tatabányával általában szoktunk itt találkozni öreg fiúk szinten, tehát szoktunk ilyen jótékonysági mérkőzésekre elmenni, de én is nagyon várom, megmondom őszintén, tehát nekem is egy nagy élmény lesz. Meglátogatjátok egyébként Bencét is? Szerintem nincs benne a tervben, én úgy tudom. Most legutóbb, amit hallottam, kint volt edzésen, valamelyik edzésen a Diósgyőri csapatnál. Nem tudom a pontos programot, tehát azt még nem tudom. Annyit tudok, hogy mennünk kell, és én megyek, úgyhogy... No, akkor a pontos programot mindjárt meghallgatjuk, ugyanis itt van velünk a vonalban a főszervező Furman Géza. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Géza, a pontos programot, mert itt Egressy Gábortól azt kérdeztem, hogy meglátogatja-e a társaság majd Bencét, szóval a legelső az, hogy van Bence? Hát Bence úgy tudjuk, hogy javuló állapotban van, most készítik fel arra, hogy egy donor adjon neki majd végül is gerincvelőt, és hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy megerősödjön. Én azt gondolom, hogy ez olyan tornán vesznek részt a csapatok, amely nagyon különleges hangulatú lesz, hiszen Miskolcon 22 válogatott játékos fog fellépni, és hát három generációval elkezdve a Szabó Györi bácsin keresztül a Lipcsein, a Nyilasin, a Kulcsársanyi, Egressy Gábor, Tatár Gyuriék, tehát gondolom, hogy olyan névsor sikerült összehozni, amelyet talán sosem majd Miskolcon. Mekkora az érdeklődés az egyébként hagyományosan nagyon lelkes és nagyszámú diósgyőri futballszurkoló közösség részéről? Hát például csak a VIP jegyből már több mint 50-et adtunk el, az egyéb jegyek is elég szépen fogynak, úgy gondolom, hogy egy 1000-1500 ember biztos, hogy ki fog látogatni, de reményeink szerint még talán több is. Hogyan fogjátok Bence segítésére, javára fordítani majd ezt a bevételt? Hát egy alapítványon keresztül fogjuk eljutatni, úgyhogy a jövő héten tervezzük a Kispest, DVTK Kispest mérkőzés előtt szerdán átadni a édesapjának ezt a befolyt összeget, és hát gondolom, hogy ez most nagyon fontos, hiszen úgy tudom, hogy Amerikában találtak egy donort, aki alkalmas a gerincvelő átültetésre, és hát most minden pénzre szüksége van Bencének. Hát Géza, akkor sok sikert a csütörtöki programhoz, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. És akkor Gábor, folytatjuk itt a stúdióban. Szó esett róla, hogy megjártad Diósgyőrt. Mondhatjuk azt, hogy a kedvenc csapatod volt?
Igen, nem, azért nem, tehát Újpesten nevelkedtem, tehát az azért az rengeteget számít, 11 évig ott voltam, de nagyon szerettem azt a közeget, igen, igen, megmondom őszintén, rengeteg barátom, rengeteg ismerősöm is van onnan, és tényleg annyira fotball, Sava Borsa ott volt, és még akkor is, amikor nem úgy szerepeltünk, akkor is rengetegen kijöttek, és szerették a fotballt, és is tápoltak minket idézőjelben, úgyhogy nagyon jó közeg, nagyon jó közeg. Gábor, mit gondolsz, Bence esete, betegsége miért tudta ennyire szépen megmozdítani most tulajdonképpen nem azt mondom, hogy a magyar futballtársadalmat, hanem a világ futballtársadalmát. Ennyire számított a diósgyőrieknek ez a spanyol szál, ez a spanyol kötődése? Szerintem igen, tehát ez azért hozzátartozott, úgy gondolom, de hogyha megnézzük még a Barcelonában is, van egy hasonló eset, ott is nagyon hamar összefogtak, tehát mind a spanyol klubok, mindenki, és mondom, ez külföldön elvileg ez egy jobban bevett szokás, tehát rengeteget jótékonykodnak, és emiatt sokkal jobban felfigyel a világ ezekre a dolgokra. Itt Magyarországon is vannak, ennek bontogatja szárnyait ez a dolog, de azért még azért... De azért csak bátran előre, te azt mondod. Igen, én ezeket szerettem, tehát olyan szinten szeret, úgy szerettem, hogy jó kezdeményezésnek tartottam ezeket, és tényleg elgondolkodik az ember, és nem csak a Bence miatt, hanem más leukémiás gyerek miatt, vagy más bármilyen betegségben szenvedő dolog miatt szerintem érdemes összefogni. Hát egyáltalán nem zárható ki, hogy ti csütörtökön lényegében teltház előtt fogtok játszani, nem? Igen, úgy gondolom, hogy ott az a futball közeg, az a közönség, tehát nem is... Egy saját nevelésű fiatalról van szó? Igen, én figyelem a Diósgyőrnek a szereplését, és amikor még a Vitelkék ott voltak, vagy Gyájék, akkor ők már mondták, hogy bontogatja szárnyát, egy nagyon jó kapus, de hogy még fiatal, nem merik berakni, mert azért kapuban nehezebb, és utána, amikor bekerült, akkor én is nagyon örültem neki, hogy mondták, hogy milyen ügyes, és milyen jó, meg minden, hát és utána sajnos utána kiderült ez a sajnálatos betegség, úgyhogy én szurkolok neki, és úgy gondolom, hogy az óriási erőt is adhat neki, hogy azért így összefognak, és mindenki próbál segíteni neki, tehát ez, úgy gondolom, hogy ez egy belső harc is számára, és ezt is jó lenne, ha megnyerni, és ezek által én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb neki. És akkor majd egyszer újra véd? Remélhetőleg, és akkor neki fogunk tapsolni. Ez a társaság itt már 22, még 21-et mondtunk, de még azt szerintem ez még nőhet is, volt válogatott futballista jön össze. Ezekkel a játékos társakkal nem mind játékos társak, vagy előtted lévő generáció, szóval milyen gyakran találkozol a mindennapokban? Azért szoktam, tehát elég sokszor össze szoktunk futni, most vagy labdarúgó eseményeken, válogatott meccseken, vagy mondtam, például szoktunk járni ilyen különféle öreg fiúk tornákra, öreg fiúk válogatottal, itt-ottam ott, tehát azért elég sokszor össze szoktunk futni, tehát ugye ellenfélként, úgy barátként meg mindig szoktunk találkozni, tehát úgy rendszeresebben, igen. Ebből a népsorból kikkel játszol mind a mai napig együtt a legtöbbet? Hát a legtöbbet inkább az én korosztályommal, tehát a Dragiékkal, meg a Lipcsei Petiékkel, tehát én velük, inkább velük, tehát mind az öreg fiúk bajnokságban velük játszunk együtt, úgyhogy ők azok, akikkel inkább együtt játszok. Na most például egy ilyen hiába jótékonysági torna, de azért foci ez, és a focihoz a győzelem is hozzátartozik. Igen, ezen gondolkoztam én is. Ugye, azért Diósgyőrben, ha a Diósgyőrieknél játszol egy öreg fiúk tornán, akkor ezt meg kell nyerni. Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy most az ilyen bemutató torna lesz inkább, vagy pedig azért mindenki nyerni szeretne, úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy lesz, úgy láttam, hogy jó csapatok lesznek, tehát kíváncsian várom, hogy lesz, de igen, jó lenne azért megnyerni is, igen. Hát én azt mondom neked, hogy focizatok egy jót, meg tényleg ennek az a lényege, hogy valószínűleg maga ez a torna, ez nagyon sokat számít lelkileg is Bencének, úgyhogy segítsetek. Igen, hát megpróbálunk, reméljük, hogy sikerül. Jó játékot, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.